Itt van az ősz, itt van újra, ahogy a költő mondja, de a szabad ég alatt nem mindenkinek marad ugyanolyan szép az autója. Először csak a falevelek, később a hótakaró okozhat bosszúságot az elindulásnál, ezért aki nem talál épített garást, az sátor, illetve ponyvagarás felállítása mellett dönt Nyíregyházán. Lehet sátorgarást felállítani, a rendelet lehetővé teszi, kizárólag nem fizető és merőleges kialakítású parkolókban. Október 15-től április 15-ig, tehát a fűtési szezonban lehet ezeket a garázsokat használni, társaságunk kizárólag magára a parkoló helyre köti a szerződést, tehát a sátorgarázsról a gépjármű tulajdonosának kell gondoskodnia. A Szabolcsi Vármegye székhely területén nem ritka, hogy egy garázs bérléséért akár 30 ezer forintot is elkérnek havonta. Ezzel szemben egy sátorgarázs használatához szükséges állandó parkolóhely bérleti díja 5 ezer forintba kerül. Bár ezeket csak olyan helyeken lehet igényelni, ahol egyébként ingyenes a parkolás. Barca Balázsnyi azt mondta, folyamatosan érkeznek hozzájuk a beadványok, és bár a szezon alatt bármikor el lehet kezdeni a bérlést, a legtöbben egy egész szezonban gondolkodnak. Jelenleg 160 darab sátorgarázsra kötöttünk eddig szerződést. Folyamatosan várjuk a beérkező kérelmeket, természetesen jelentősen több nem fizető parkoló van, ahol egyébként lehetne sátorgarást felállítani, de jellemzően a Józsavárosban, az Örökösföldön és az Érkertben, tehát a telepeken igénylik a legtöbben. A sátorgarázs bérlésénél további kritérium, hogy a parkoló merőleges kialakítású és szilárd burkolatú legyen. A felállítás után pedig ügyelni kell a megfelelő jelzések feltüntetésére. Az interneten elérhető országos kínálatban 90 ezer forinttól indulnak a ponyvagarázsok árai, majd mérettől és kialakítástól függően határ csillagos ég.